üdvözletünk! Hihetetlen, de már negyedik alkalommal látogatnak meg minket a Skylanderek, és az a helyzet, hogy simán látok rá esélyt, hogy egy újabb ügyes húzással megint meglep az Activision és persze a Toy for Bobs, melynek hatására ismét megvetetnek velünk egy újabb portált és egy halomfigurát. Legalábbis a gyerekek tuti csapnak érte egy kisebb hisztit, hiszen az aranyos figurák kézbevéve is minőséget sugároznak, de ha ráhelyezzük őket a konzolunkra kötött talapzatra, akkor már is egy virtuális világban kalandozhatunk velük. Ez egy tökéletes recept, ami évente meg tudja győzni az embereket. Káosz? Már megint káosz keveri a káoszt? Hát ki más? Ezúttal a Cloud Cracker börtönből szabadítja ki a gonosztevőket, hogy leigázza a világot. A játékosnak nem csak káoszt kell seggbe billentenie, de a börtöntöltelékeket is fülön kell csípnia, amiben az új Skylanderek, a csapdamesterek lesznek a segítségünkre. A csapdamesterek értenek a gonosz lények elfogásához, elvégre ismerik a Traptanium titkát, persze nélkülünk a portálmesterek nélkül semmire sem mennének. A Traptanium magába zárja a gonoszságot, így felhasználásával elfoghatjuk a kismacskokat, ráadásul még uralmunk alá is hajthatjuk őket, azaz visszaküldve a világba irányíthatóvá válnak. Ez az a titkos adalék, amivel a Trap Team újra elrabolja a szívünket. A már ismert és lassan azért már egy kicsit unalmassá váló alapreceptet a gonoszok megzabolázásával igyekszik színesíteni a Toy for Bob, ami ráadásul fizikálisan is jár újabb változásokkal, köszönhetően az új típusú Traptanium portálnak. A videójáték most is a szokásos, változatos és dinamikus történetvezérelt játékélményt hozza, kaland, harc, egyszerű kis puzzle-ök, minijátékok, platformszakaszok és mindezt akár kooperatív módban. Elég felpattintani még egy karaktert a portálra, és már is együtt szállhatunk szembe a gonosszal. Az új kalandokat, lehetőségeket biztosító környezet, a misztikus új világ a harcon, ügyességi feladatokon és fejtörőkön túl még jópofa mini játékokkal is kecsegtet, mint a zárfeltörés vagy a shooter szakaszok. A tavalyi testcserélős és vegyes képességekkel rendelkező karakteralkotó Swapforce után idén is van csavar, ugyanis most nem csak a portálra helyezve vihetünk be a játékba karaktert, hanem már meg is fordítható ez a lehetőség. Az új portálunk és a Trap Team különlegessége, hogy a játékban a gonoszokat a szellemirtók módjára elfoghatjuk és csapdába ejthetjük legyőzésük után. Ilyenkor a portál ketrecébe helyezett Traptanium kristályba kerülnek, ráadásul amíg rabigában tartjuk a dögöket, szolgálatunkban vannak, és bármikor előhívhatjuk, hogy korlátozott ideig, de harcoljanak az oldalunkon. Nem fejlődhetnek, de hasznunkra lehetnek az adottságaik, egyes szakaszokat csak velük teljesíthetünk. Az új Traptanium portál egyébként már hangot is ad, a csapdába ejtett gonosz Skylanderek panaszkodnak, rinnyálnak, könyörögnek a megváltásukért és a szabadulásukért. Ez bizony egy újabb jó pofa feature. Most pedig jöjjenek a csúnya számok, azaz, ha mindenhova beszeretnénk jutni és minden feladatot megoldani, akkor ugye nem árt minden képességű lényből legalább egy, de ez nem minden, ugyanis a gonoszokat is csak a fajtájukhoz passzoló kristályba zárhatjuk be. Ravasz módon a Starter Pack-be azonos kasztú karaktereket és csapdakristályokat csomagolt a gyártó, nehogy már nagy változatossághoz legyen szerencsénk. Persze az alapcsomaggal is végigjátszható a játék, de nagyon sok hely, lehetőség és megszerezhető tárgy marad elérhetetlen, még úgy is, hogy a régi karaktereinket mind használhatjuk. Ilyenkor jön még jól a figurák azon különleges képessége, hogy tárolják az aktuális szintjüket, így bármikor átugorhatunk velük a haverhoz, hogy besegítsünk neki más típusú harcosokkal, és persze a csapdákat is vihetjük, így az általunk elfogott lényel is vagyozhatunk nála. A történetet letudva, még korán sem ér véget a móka, ugyanis az arénás küzdelmek mellett teljesíthetjük a Chaos Doom kihívásokat is, ami egy zúzós Tower Defense móka, de még a doboz is egy pár érdekes apróságot, amiről nem beszéltünk. A Starter Pack a játék szoftveren, a portálon, a két karakteren és két csapdán kívül rejt még pár apróságot. Ilyen a szokásos poszter, amin a gyűjtésünket, karaktereinket követhetjük nyomon, megint kapunk kártyalapokat is, melyeket összegyűjtve kártyajátékra is nyílik lehetőségünk, a kódok aktiválása pedig online is játszhatunk. Érdekesség és plusz kiegészítő egy egyszerű fél kartondoboz, ami a csapdák gyűjtését teszi lehetővé és áttekinthetőbbé. Oh boy!
A környezet ízléses, színes, látványos, igaz olykor nagyon lineáris és szűk, de legalább dolgozik a fizika, ahogy rombolunk a terepen. A karakteranimációk nagyon rendben vannak, haláliak a fegyverek is, mint például Food Fight paradicsom betűje, a lények látványos támadással bírnak, ráadásként pedig jó pofa hangok és üdítő zenék tesznek a még kellemesebb hangulatért. A Trap Team PC-n kívül szinte minden platformra megjelent, és az újabb konzolok képességeit igyekeztek is kihasználni, így ott részletgazdagabb élményben lehet részünk. Látványosabb effekteket, szebb környezetet és még cukibb karaktereket kapunk. Szóval a Skylanders még mindig meg tudja hűíteni a gyerekeket, játékosokat, humoros, kedves stílusával, árad belőle a báj, még a gonoszok is imádnivalóak, nem lehet nem szeretni őket. Hiába a sok újrahasznosított elem, évről évre pont annyival bővül és fejlődik, amivel el tudják hallgattatni a bennünk bujkáló kis ördögöt. Az ünnepi szezonba érkezve ez ismét egy jó választás lehet a falá gyerekes családoknál, az egész família jól szórakozhat vele. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!